Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ma szeretnék beszélni egy röviden a hívők hatalmáról, és az Efézusi Levélből nyissuk ki a Bibliánkat, és innen szeretnék röviden beszélni arról, hogy milyen hatalommal rendelkezünk mi hívők, és hogy hogy kell használnunk ezt a szellemi hatalmat, az életünkben. Efézusi levél, ugye, még mielőtt belemegyek, az Efézusi levél írja le a hívőknek, ugye az született keresztényeknek azt az erejét, hatalmát, amit használhat egy hívő a szellemi lények, gonosz lények ellen, és betegségek ellen, és démonikus lények ellen, gonosz angyalok ellen. És ugye a hatalomnak az a lényege, hogy mindig. Akinél van a hatalom, ahhoz igazodnak a többiek. Tehát ugyanígy van a világban, ugyanígy van nagy országokkal, államokkal kapcsolatban, hogy aki a hatalom, annak figyelembe veszik a szavát, ahhoz igazodnak a többi államok, országok, és neki van dominanciája a többiek felett. Tehát az ő iránymutatása alapján haladnak a dolgok, és mindenki igazodik hozzá. Ugyanígy van a szellemi hatalom a hívőknek az életébe: hogyha nincs szellemi hatalmunk, vagy nem veszük észre a szellemi hatalmunkat, amit Krisztusban Isten adott nekünk, és nem állunk bele ebbe a szellemi hatalomba, akkor mi fogunk igazodni a körülményeinkhez, és mi, Minket köteleznek a körülményeink és a problémáink arra, hogy alattuk maradjunk és sodrodjunk, ahogy, ahogy haladnak az események. De ha viszont beállunk abba a szellemi hatalomba, amit nekünk adott Jézus, amit nekünk biztosított Isten Jézus Krisztusban, akkor viszont a körülményeink és a dolgaink meg fognak változni és igazodnak ahhoz a szellemi valósághoz, erőhöz, szellemi erőhöz, amivel rendelkezünk. Tehát nézzük meg az Efézusi Levélről szeretnék beszélni, Itt két imával, tehát Pálapostól két imát mond el, nagyon erőteljes imát mond el az Efézusi Levél első fejezetben és a harmadik fejezetben is. És ezt a két imát nézzük meg most az elején, és nézzük meg, hogy miről szólnak majd ezek. Tehát az első, ugye Levél első fejezet 15. verszakától olvasom, most a Tűz Bibliából fogom olvasni. Azt mondja itt a 15. verszaktól, Én tehát miután hallottam, az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És úgy folytatja, hogy miről emlékezik meg az imádságban, azt mondja, kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség adja. Adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás szellemét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg szellemi szemeiteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlen nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. <kül> Elnézést. Tehát azt mondja, hogy, hogy, egyrészt hallotta az efézusi hívőknek a hitéről hallott pálapostól. Ugye valószínűleg ezt a levelet Rómából írta a fogságban, de gondoljátok kell, hogy Efézusból, tehát török, a mostani Törökországnak a, a, a Nyugati részéről körülbelül Rómáig elterjedt, ugye internet nélkül és mindenféle e, alkalmazások nélkül elterjedt az efézusiaknak a hite egész Olaszország, tehát a mostani Olaszország fővárosáig, és azt olvassuk, hogy azt terjedt el róluk, hogy milyen odaadó a szeretetük más hívők felé. És ez imára ösztökélte Pálapostolt, hálát adott Pálapostól, értük az efézusi hívőkért, és azt mondja, hogy imádkozni fog értük, hogy Isten adja meg az Atya, adja meg a bölcsességnek és a kinyilatkoztatás szellemét az ő megismerésében. És ugye itt a, az Efézus levél első fejezetében ez az ima az arról szól, hogy gyakorlatilag <coughs> elnézés, a Szent Szellem nélkül lehetetlen megismerni Istent, lehetetlen Jézus Krisztus ismeretére szert tenni. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy a Szent Szellemmel közösségünk legyen, mert Isten ismeretét, nem tudjuk megkapni a Szent Szellem nélkül, tehát nem a pszichikai ismeretről beszélek, hogy mondjuk az igét olvassuk, és pszichénkkel, az elménkkel megismerjük az igét, hanem arról van szó, hogy egy szellemi kinyilatkoztatást kapjon az ember Istentől. Emlékeztek, amikor Jézus Krisztus megkérdezi az apostolokat, hogy kinek mondanak engem az emberek. És azt olvassuk, hogy mindenki ezt mondta, azt mondta. Van, aki azt mondta egy nagy próféta, van, aki azt mondta, hogy egy e, régi próféta, e, és mindenki mondott mindent, ami az eszébe jutott. De igazából azt olvassuk, hogy, hogy ezek pszichikai ismeretek, Jézus Krisztust, Istent, az atyát, nem tudjuk a pszichénkkel, a lelkünkkel, a, a gondolatokkal, érzésekkel megragadni. Isten, szellem, azt mondja Jézus. Ezért nekünk is szükségünk van, hogy a szellemi ismeretünk, tehát a szellemünkben kapjunk ismeretet Istenről. És amikor a szellemünkben kapunk egy ismeretet, ez nem, tehát ez nem egy pszichikai ismeret, ez nem egy szakmai, tehát szakmának a megtanulása hanem ahogy a szakmában például, vagy a iskolában úgy tanultuk, hogy bemagoltunk dolgokat, kénytelenek voltunk megjegyezni dolgokat, és akkor megtanultuk a szorzótáblát, a különböző törvényeket, és bemagoltuk, és akkor így tudunk rájuk hivatkozni. Viszont Istennél nem így vannak a dolgok. Ott hiába olvasom el százszor, a, Bibliát, ha, ha, nincs egy szellemi belső kinyilatkoztatásom, akkor nem fogom a valóságot megismerni. A szellemünk az, az, úgy ismer rá dolgokra, valóságra, igazságra, hogy egy benyomást kap, egy, egy, tehát olyan, mintha leesik a tantusz, egy pillanat alatt átlátja azt a dolgot, és amikor megkérdezte Jézus a tanítványokat, hogy kinek mondtok engem, és ugye ki egyet, ki mást mondott, előállt Péter apostol, és azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És ugye erről Péter apostolnak nem volt természetes ismerete, ő egy embert látott, hús, bőr, haj, tehát felöltözve egy ember ott van, és abból rájönni, hogy ki ez az ember, és abból rájönni, hogy, hogy ez az ember, ez több mint egy ember, mint egy, több mint egy sima halandó ember, hanem ő benne az élő Isten testesült meg, ezt nem lehet pszichikai ismeretre, erre nem lehet pszichikai ismeretre szert tenni. Ez, ez egy belső, a szellemünkben, a bensőnkben egy, egy kinyilatkoztatás, tehát egy benyomást, egy kinyilatkoztatást, egy ismeretet kapunk hirtelen, rövid idő alatt. Nem kell órákat ülni a, a könyv előtt és tanulni, hanem egy pillanat alatt, egy tized másodperc alatt a Szent Szellem megmutatja, hogy ki az. És Péter apostolnak megmutatta a Szent Szellem, és erre azt mondta Jézus Krisztus, hogy Péter, ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem a mennyei atyám jelentette ki neked. Tehát csak így lehet megismerni Jézust, csak így lehet megismerni Istent, és erre mondta azt Jézus, hogy aki kősziklára tehát, hogy erre a kősziklára építi fel uh, Isten az Anyaszent Egyházat, uh, Isten erre a kősziklára építi, Jézus Krisztus erre a kősziklára építi a gyülekezetet, és a pokol kapui nem vesznek rajta diadalmat. Tehát így lesz egy diadalmas egyház, diadalmas gyülekezet az Isten népe, amelyik ostromolja a sátánnak a kapuit. Tehát csak kijelentés által lehet e, diadalmas hívőnek lenni, győztes hívőnek lenni. Csak kijelentés által lehet e, a sátán kapuit ostromolni, máskülönben mindig csak az ember reagálni fog, és próbál tüzet oltani, és próbálja valahogy megúszni a dolgokat, de csak Isten igéje által lehet kinyilatkoztatása által lehet győz, győzelmet aratni az életünkben. És ezért imádkozott Pálapostól, ezért imádkozott az efézusiakért, hogy a Szent Szellem által kapjon, kapjanak kinyilatkoztatást, és bölcsességnek a szellemét, kinyilatkoztatásnak a szellemét a szívükbe, és azt olvassuk, hogy hogy az Isten megismerésében, és utána azt olvassuk, hogy Isten világosítsa meg a szellemi szemeteket. Tehát van egy szellemi szemünk, van szellemi szemünk, ami e, tehát nem a fizikai két szemünk, hanem egy belső, tehát a szellemünknek, a belső lényünknek, a belső emberünknek, ugye van belső emberünk, van külső emberünk, a külső emberünk az, amit látunk, azt, amit a, a bőr, a hús, a haj, a, 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 a ruhák, tehát amit felöltözünk a testünkre, ez a külső ember, a hang, ez a külső ember. És azt mondja a Biblia, hogy van egy belső emberünk, és nem csak a külső emberünknek vannak szemei, hanem azt mondja Pálapostól, hogy van a belső emberünknek is szeme. És, és Isten meg tudja nyitni ezt a belső embernek a szemét. És ezért imádkozott Pálapostól, hogy megvilágosítsa Isten a szemeinket, a lelki, a szellemi szemeinket, megnyissa és megvilágosítsa, mert csak ezután tudunk beleállni abba a szellemi hatalomba, amit biztosított számunkra Jézus Krisztusban Isten. És nézzétek meg, hogy a Szent Szellemre azért is szükség van, amit itt felolvas, vagyis elmond Pálapostól három dolgot, hogy az egyik, hogy a Krisztust jobban meg tudjuk ismerni, a másik azt, hogy ez a bölcsesség és kinyilatkoztatás szelleme a jelenünkről és a jövőnkről, Tud adni ismeretet, és tud, tud megértést adni nekünk. És a, a, amit még itt megmutat a 19. verszak, hogy, hogy rámutat arra a szellemi hatalomra, amivel rendelkezünk Jézus Krisztusban, amit megmutatott Isten akkor, amikor föltámasztotta Jézus Krisztust a halálból. Itt az eredeti görög szöveg, az azt mondja a 19. verszak, hogy, hogy azt felfogjuk és azt megismerjük, hogy Istennek a csodatevő ereje milyen túl áradó módon és bőségesen szabadult fel, sőt itt egy olyan görög szót is használ, hogy megász, tehát ami gigantikusan és nagyon nagy mega-giga módon Szabadult fel Istennek az ereje, és azt mondja, hogy ez rajtunk szabadult fel. És ugye itt a külső, és ugye itt, itt azért van ebben egy kis feszültség, mert mi ezt nem tapasztaljuk. Mert hogyha magunkra nézzük, és azt mondjuk, hogy, hogy magunkat nézzük, és azt nézzük, hogy a mi erőtlenségünket, vagy gyengeségünket, vagy betegséget, vagy különböző dolgokat látva, mi azt mondjuk, hogy hát de hol van ez a gigantikus erő, ami túláradó módon felszabadult az életünkben? Hát ez, ez nem lehet, hát ezt nem tapasztalom, ezt nem élem, nem érzem, nem látom, nem tapasztalom, sőt a gondolataimban sem jön ez elő. Akkor hogy tudnám ezt, meg, meg hogy, hogy lehet, hogy ez igaz? Na hát erre mondta azt Pálapostól, hogy Isten szelleme által a belső emberünknek a szemei nyíljanak meg, hogy észrevegyük, hogy ez nem a külső emberünkön van ez az erő, hanem ez a belső emberünkön van. Képzeld el, van egy belső embered. Képzeld el, hogy nem csak külső, látható vagy, hanem van benned láthatatlan rész, és ez a láthatatlan rész van megáldva ezzel a gigantikus erővel. És nekünk meg kell ismernünk ezt az erőt, ahhoz, hogy megtapasztaljuk először rajtunk keresztül is. Ennek meg kell, tehát, hogy a lelkünkön is át kell, hogy ez folyjon, és ezen azt értem, hogy a gondolatvilágunkba is be kell engednünk, hogy a gondolatainkban, az érzéseinkben ne csak arra reagáljunk, amit tapasztalunk a külvilág felől, hanem a gondolatainkban és a bensőnkben és a érzéseinkben igenis nyissuk ki magunkat a belső világunkból érkező isteni erők fele. És azt mondja, ugye erről beszél az Efézusi Levél harmadik fejezetnek a vége, amikor itt a második imát mondja el Pálapostól az Efézusiakért, és azt mondja, hogy, hogy nagyon fontos, hogy Isten, hogy nagyon nagy módon és túlhaladóan akar válaszolni a kéréseinkre, viszont van egy gyenge pont, az pedig mi magunk vagyunk. Ha mi elzárjuk a csapot, akkor akármilyen nyomással, akármilyen nagy nyomással és nagy tömeggel akarja Isten túláradó módon az erejéből részesíteni bennünket, ha mi viszont bezárjuk a lelkünknek, az érzelmeinknek, a gondolatainknak, az akaratunknak a csapját, vagy lefolytjuk, és csak egy kis csepegést engedünk meg, akkor nem jön át az az erő, amivel Isten munkálkodni akar az életünkben. Ezért nekünk nagyon fontos megújítani a gondolkozás módunkat, hogy tapasztaljuk ezt az erőt, amit, ami Jézus Krisztusban rendelkezésünk rá. Na de nézzük gyorsan meg ezt röviden, ezt az imát, a 14. verszaktól tartalmazza az Efézusi Levél harmadik része, és azt mondja, ezért meghajtom a térdemet az atya előtt, akiről nevét kapta minden nemzetség menjen és földön. Hogy adja meg nektek dicsőségének a gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek a belső emberben. Más fordítás úgy mondja, hogy Hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember, az ő szelleme által. Tehát, látjátok, a Biblia beszél belső emberről és beszél külső emberről. Ha van külső ember, akkor van belső ember. Ha van belső ember, akkor van külső ember. És ugye erre mondja a Korintusi levél, hogy ha bár a külső emberünk napról napra, Megromlik, a belső emberünk mindazáltal napról napra megújul. Tehát látjátok, hogy a külső ember az nem marad ugyanaz, az egészen másképp nézett ki, amikor egyévesek voltunk, amikor tíz évesek voltunk, amikor húsz évesek voltunk, amikor 30, 40, 50, 60 évesek vagyunk, és ugye érdekes nézni a színészeket, vagy más embereket, ugye, akiket így feldob a internet, és akkor mutatják, hogy hát 40 évvel ezelőtt így nézett ki, most meg így néz ki. És akkor az ember néz, hogy hát igen, ilyenek vagyunk mi emberek, hogy a külső, az a külső ember, az romlik, és az, az nem ugyanúgy fog kinézni. De van egy jó hírem. A Biblia azt mondja, a Bibliának a kinyilatkoztatása, hogy van egy belső emberünk, és a belső emberünk viszont nem romlik, nem öregszik meg, a belső emberünk az köszöni szépen jól van, az nem betegszik meg, az köszöni szépen nagyon jól van, erőteljes, sőt, minden nappal azt olvassuk, hogy egyre erősebb és erősebb a belső emberünk, sőt, meg tud újulni, és újabb és újabb erőt tud nyerni. Tehát van egy kiapadhatatlan, most így mondva a Biblia tanítók által, tehát hogy kiapadhatatlan csodaforrás van a bensőnkben, és ha sok sokat nézzük a tükröt, akkor azt látjuk, hogy de hát ez az élet elmúlik, de viszont nekünk látnunk kell a Biblia alapján, hogy van egy, ha újjá születtünk, akkor van egy belső emberünk, ami viszont nem romlik, hanem erősödik, napról napra erősödik, napról napra dicsőségesebb, napról napra erősebb, napról napra újabb, és újul, és újul, és még nagyobb erőre tesz szert, még több áldásra tesz, tesz szert a belső emberünk. Na és erről beszél itt az Efézus levélben, a 16. verszakban, Pálapostól a harmadik fejezetben, hogy adja meg, tehát Isten adja meg, ezért imádkozik, és én is ezért imádkozok, értetek, hogy Isten adja meg nektek, nekünk együtt, és az ő dicsőségének a gazdagsága szerint, tehát nem csak egy kicsit, nem csak egy ilyen könyör adományban, hanem, és nem csak egy ilyen, ilyen csúranva, cseppenve adja ezt meg, hanem dicsőséges, gazdagsága szerint, tehát nagy vonalúan, nagyban adja meg azt, hogy hatalmasan megerősödjünk a belső ember, tehát ben, itt legbelül, hogy mi a belső emberünk, a belső emberünkben hatalmasan megerősödjünk a Szent Szelem által. És úgy folytatja hogy Krisztus lakjon szívetekben a hitáltal. Tehát ha erős a belső emberünk, sőt, nem csak erős, hanem képes arra, hogy hatalmasan erős legyen, tehát nem csak egy kicsit, nem csak épp, hogy fel, tehát most így bodybuilding tehát szóhasználattal élve, csak éppen kinyomok száz kilót, hanem ha ki tud valaki nyomni ennyit, hanem azt mondja, hogy hatalmasan megerősödjetek, tehát óriási nagy szellemi erő, erőre tegyen szert a belső emberünk, és azt mondja, ezt a Szent Szelem által tudja megtenni a belső emberünk, és azt mondja, hogy a Krisztus így tud lakni a szívünkben hitáltal, sőt azt mondja, hogy ennek az lesz a következménye, hogyha erős a belső emberünk, hogy a szeretetben meggyökerezünk. Tehát nem csak mondjuk a szeretetet, nem csak a szavainkkal mondjuk a szeretetet, hanem a személyiségünknek a legbelsőbb része bele az Isten szeretetében. És azt mondja, nem csak bele hanem a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Tehát Isten azt akarja, hogy a belső emberünk, belül a szívünk, a bensünk, az az Isten szeretetébe legyen meggyökerezve, tehát beleengedjük a gyökereinket nem az Isten haragjába, hanem az Isten szeretetébe, és nem csak a gyökereinket, a szellemi gyökereinket engedjük be, hanem azt olvassuk, hogy meglegyünk alapozva, tehát hogy az alapunk, amire épül az életünk, az az Istennek a szeretete, ahogy a házunk alapokra épül rá. Ugyanígy az életünk az Isten szeretetében kell, hogy megalapozódjon. Tehát ekkor fogunk tudni élni azzal a szellemi hatalommal, ami beleállított bennünket Isten. És azt mondja, itt úgy folytatja tovább, hogy a megalapozva, meggyökerezve és megalapozva a szeretetben, képesek legyetek felfogni minden szentel együtt. Tehát valamit nekünk nagyon fel kell fognunk, és valamit nagyon meg kell ismernünk. És azt mondja itt, hogy nekünk azt kell felfognunk, minden szentel, tehát minden hívővel, minden újjászületett kereszténnyel együtt, hogy mi a szélesség, és a hosszúság, és a magasság, és a mélysége az Isten szeretetének. Tehát Isten szeretetének a mélységét, a magasságát, a hosszúságát, és a szélességét fel tudjuk fogni. Ugye ez, 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 így most felfoghatatlan, ezért szoktam azt mondani, hogy olyanoknak kell lennünk a bensőnkben, a szívünkben, a szellemünkben, olyannak kell lenni, mint akiket, mint a, a ilyen hideg időkben, hogy az ember szeret teát inni, ha filteres teát iszik az ember, akkor bele kell, mint egy filterek, szellemi filterek vagyunk, és Istennek a szeretetének a közepébe bele, beleesünk, és ott vagyunk a közepébe, és onnan látjuk a szélességét, a mélységét, a magasságát, a hosszúságát, és így elmerülünk az Isten szeretetében. Tehát nekünk ezt fel kell fognunk, és ezt csak a szent szelem által tudjuk felfogni. A külső emberünk ilyet nem tud felfogni. Külső emberünk, a testi eh, emberünk, az, az maximum az Isten haragját tudja felfogni, de az Isten szeretetét az csak a szívünk és a belső emberünk tudja felfogni. És azt mondja, hogy így, tehát így benne az Isten szeretetében, így megismerjétek Krisztus minden ismeretet, meghaladó szeretetét. Tehát Isten szeretetét, a Krisztus szeretetét, az, ez minden ismeretünk fölött van. Ezt nem tudjuk elméletileg megismerni. Ez csak a Szent Szellem által a belső emberünkben tudjuk megismerni. És ebben van a mi nagy szellemi erőnk és a mi szellemi hatalmunk, hogyha ezt felfogjuk, megismerjük, meglátjuk a belső szemeinkkel, és azt olvassuk, hogy ez minden ismeretet felül halad, ez a szeretet, azt mondja, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Tehát van egy célunk, az pedig az, hogy Isten teljességébe jussunk bele, azt mondja Pálapostól. És amikor arról beszél az ige, hogy az egyház a gyülekezet, az Krisztus teljessége és be akar tölteni teljesen Isten, akkor itt a görög szó, egy olyan görög szó van a teljességre, ami azt fejezi ki, hogy valami eléri a célját, valami célba jut, és, és ekkor a teljességbe bekerül. Na most, amikor Krisztusról olvassuk ezt, és Istenről, hogy az ő teljességébe kerüljünk bele, akkor azt kell látnunk, hogy eh, Krisztus megvalósított egy célt. És amikor arról beszélünk, hogy a Krisztus teljessége nyilvánuljon meg bennünk, akkor nekünk be, nekünk, Bele kell állnunk abba a munkába, vagy annak a következményébe, amit Krisztus megszerzett a számunkra. Tehát Krisztus elérte a célt, ő azt mondta, elvégeztetett. Ő befejezte a munkáját. És amikor befejezte, akkor létrehozott egy alkotást ezzel elnézést, van egy munkája, amit befejezett. És amikor azt mondja Isten igéje, hogy mi jussunk bele ebbe a teljességbe, akkor ezzel azt mondja, hogy minden, amit Jézus Krisztus megszerzett és megvalósított, azzal azt kezdjük el birtokba venni, és kezdjük el használni. És ez ehhez elengedhetetlen a Szent Szelem személye. És, és azt mondja utána a 20. verszakban Pálapostól, hogy aki pedig mindent megtehet, tehát Isten 2024-ben is mindent megtehet. Azt olvassuk, hogy sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy elgondoljuk. Sokkal bőségesebben mint ahogy kérjük, vagy elgondoljuk. Gondold el, hogy akármit kérsz Istentől, vagy akár, hogy elgondolod, hogy megvalósítsa Isten, azt olvassuk, Pálapostól azt írja, hogy Isten sokkal bőségesebben teheti azt meg, mint ahogy mi kérjük, vagy elgondoljuk. És úgy fejezi be, hogy a mi bennünk Munkálkodó erő szerint. Tehát, látjátok, erről beszéltem nektek, hogy, hogy Isten megteheti. Isten sokkal, sokkal jobban és sokkal nagyobb módon akarja megtenni, mint ahogy mi kérjük vagy elgondoljuk. De van egy szűk keresztmetszet. Ez pedig az, hogy a mi bennünk munkálkodó Erő szerint fogja megtenni végül is Isten. Ő akárhogy akarja megtenni, akárhogy akarja megvalósítani, csak annyit fog tudni, és csak annyira tudja megtenni, hiába gazdagon és bőségesen akarja ránkárasztani a megvalósulást, az ima meghallgatást, mégis van egy szűk keresztmetszet, és azok mi magunk vagyunk, a mi bensünk, a mi lelkünk, és azt mondja, a mi bennünk munkálkodó erő szerint. Ha mi megengedjük az Isten erejének, hogy munkálkodjon bennünk, akkor megteheti Isten. De ha mi nekünk nincs meg, megújulva a gondolkozás módunk. És. Uh, uh, tehát a gondolatainkkal, a tudatunkkal, az elménkkel, az érzéseinkkel, az akaratunkkal csak szembeállunk és keresztbe fekszünk az Isten kinyilatkoztatásának, és azt mondjuk, hogy Á, ez kizárt, ez, ez, ez velem nem tud megtörténni. Na akkor ott helyben ennyire leszűkült az Istennek a mozgástere, pedig ő nagyon gazdagon akarja megvalósítani és megtenni az ima kérésünket. Nézzétek meg, hogy az Efézus, lev nem az Efézus, a Galatta levélnél, a Galatta levélnek a harmadik fejezete, az azt mondja, hogy a Szent Szellemet Isten odaadta nekünk, az ő Szent Szellemét, és azt mondja, hogy ötödik verszak, azt, azt olvassuk, Tehát az, aki a szellemet adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik köztetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi ezt meg. Tehát Pálapostól feltesz egy kérdést, sőt, az elején az azt mondja, hogy Isten az, aki a szent szellemet. Ugye Károly úgy mondja, hogy szolgáltatja nektek. Itt azt mondja a Tűz hogy adja nektek, tehát adja jelen időben, most is adja a szent szellemet nekünk Isten, és azt mondja, hatalmas erőkkel munkálkodik bennünk. Tehát a szent szellemet Azért adja Isten, hogy bennünk hatalmas erők nyilvánuljanak meg és működjenek. Például így lehet legyőzni a betegségeket is. Hogy Isten szelleme, tehát nem a te immunrendszered, vannak olyan betegségek, amikor az embernek feladja az immunrendszere a, a dolgokat, és nem marad más, csak az, hogy Isten szelleme, aki ott van benne az ember szellemében, kiáradjon a szellemünkből, a belső emberünkből. És ne csak megerősítse a belső emberünket, hanem rááradjon belülről a molekuláinkra, a sejtjeinkre, a belsőnkbe. És. és ennek a, a kiáradása, ennek az erőnek, hatalomnak a kiáradása által erőt tud venni Isten szelleme a testünkön, a testünkben levő betegségek fölött, és, és le tudja győzni a fizikai testünk Isten szelleme által a betegségeket. Tehát nagyon fontos, hogy ezt lássuk, hogy a Szent Szellemet adja Isten. És azért adja nekünk Isten a Szent Szellemet, hogy hatalmas erők munkálkodjanak bennünk. Ugye az eredeti görög szó az azt jelenti, hogy csodatevő erők nyilvánuljanak meg bennünk hatalmas módon. És ugye erre tesz fel egy kérdést, hogy na ez hogy csinálja Isten? Hogy ezt a törvény cselekedeteiből adja? Tehát magyarán azt mondja, hogy ha te megteszed a törvényt, akkor emiatt fogja adni Isten a Szent Szellemét? És azt mondja, nem, hanem azt mondja, a hit igényének a hallása által teszi ezt meg. Tehát mikor az ember hallgatja a hitnek a beszédét, és a hitnek a beszéde, miközben hallgatja az ember, közben a Szent Szellem figyeli az embernek a reakcióját, hogy kételkedik-e az ember, vagy azt mondja, amit Mária mondott, hogy itt van a te szolgád, ugye ezt mondta az angyalnak, itt van a te szolgád, legyen meg nekem a te beszédet szerint. Vagy lehet úgy reagálni, mint ahogy Zakariás keresztelő János apukája reagált, amikor ugyanez az angyal, ugye Gábriel, arkangyal, fejedelen. Fejedelmi angyal megjelent, és azt mondta, hogy gyereketek lesz, és erre elkezdett kételkedni Zakariás, és mondta, hogy, hogy, hogy hát mi elég öregek vagyunk ehhez az egészhez. És nézzétek meg, hogy ott másképp reagált Isten, illetve az, az Isten az angyalon keresztül másképp reagált, mint ahogy Máriának mert azt olvassuk, hogy ahogy Mária azt mondta, hogy legyen nekem a te beszédet szerint, azt olvassuk, hogy, hogy az történt, hogy rászállt Istennek a szelleme, és úgy mond, ugye azt mondja, hogy me árnyék, tehát beárnyékozta, és ugye itt, itt úgy képzeld el, mint amikor egy ilyen röngensugaraknak, a milliónyi sugár. De ugye ez nem sugár, hanem a Szent Szellemnek a sugárzása, mert Istennek van sugárzása. Például a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy Jézus Krisztus az Isten kisugárzásának a képmása, tehát a visszatükröződése a dicsőségének, kisugárzása. Tehát Istennek van kisugárzása, Isten lényéből sugarak jönnek ki, a személyiségéből, a lényéből, Kisugárzik Isten, és, és ahogy kisugárzik az embernek, tehát az ember bele tud kerülni ebbe a kisugárzásba a szent szelem által, és, és át tudja sugározni az Isten dicsősége az embert, és így meg tud valósulni az emberben az Istennek a kielentett beszéde, a hitből, a hit igéjének. A valósága meg tud nyilvánulni, és a szent Szelem által realizálódik az Isten beszéde az emberen. Hát így, így, elsőre ennyit szerettem mondani nektek, így a, az új év kezdetekor a szellemi hatalommal kapcsolatban, és az Úr áldjon meg benneteket, és kívánom, hogy Ilyen, ebbe a, a szellemi hatalomban tudjunk járni, ti is, én is, amit Krisztusban kaptunk Istentől, és, és ezzel fogom majd folytatni, a szellemi hatalomban való járással fogom majd folytatni a, a tanítást, és e, e, sziasztok, köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hogy bekapcsolódtatok ebbe a tanításban. Sziasztok!